Az eseményen a vállalkozói és önkormányzati érdekképviseletek, a járási székhely városok polgármesterei, a megyei önkormányzat, valamint európai területi társulások munkatársai és egyetemi szakemberek vettek részt. A program lényege, emelte ki Cunyiné dr. Bertalan Judit, hogy az ország 2020-ban létrehozott 4 gazdaságfejlesztési zónájának elért eredményeit és feladatait újra alapozzák. Erre minden zónában fejlesztési terv készült. Ez a roadshow, amit Cunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos asszony elindított a mai napon, ez ugye 6 megyére szól, először nálunk voltak, és nekünk nagy megtiszteltetés, hogy egyrészt a helyszínt a megyei önkormányzat adta, és a koordinációjában és a rendezvénynek részt vehettünk. Azt gondoljuk, hogy ez egy folyamatnak a kezdete, vagy folytatása, hiszen a megyei önkormányzatnak a területfejlesztés és a koordináció ez a fő feladatai közé tartozik. Folyamatban vannak az uniós operatív programoknak a jóváhagyásai, jóváhagyatásai, de egyébként készülünk a következő támogatási ciklusnak egy komplex fejlesztési terv készítésére. Készül egy országos fejlesztési terv és koncepció, és most a megyei integrált területfejlesztési programok és a gazdasági szereplők, önkormányzatok és a gazdaságot működtető szervezeteknek a konzultációjával újra nyitjuk ezeket a gazdaságfejlesztési terveket, illetve azoknak az alapjait beszéljük újra. Az itt résztvevő vállalkozó képviseletei, érdekképviseletei, az egyetem, az önkormányzatok, az ETT-k mind-mind azért jöttek, hogy megismerkedjenek ezzel az új struktúrával, és számosan jelezték is, hogy szeretnének ebben a munkában részt venni. Ennek a koordinálásában nagyon reméljük, hogy a megyei önkormányzat ugyanolyan hatékonyan fog tud részt venni, mint az előző Európai Uniós ciklusban. Maier Gábor, Magyarország területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszterének államtitkára a megújuló területfejlesztésről adott tájékoztatást. Van egy informatív része a mai napnak, hiszen minisztériumi formában működik már a területfejlesztés komplex módon, hiszen nem csak arról van szó, hogy az önkormányzatok fejlesztései, vagy az önkormányzatokat érintő fejlesztések, hanem gazdaságfejlesztés, tehát a gazdasági szektor, a gazdaságot érintő források, támogatások elérésének a rendszere, szerkezete, és egy minisztérium kezelésébe került, és államtitkár úr erről is fog tájékoztatást tartani a mai napon. Úgy vélem, hogy az új Európai Uniós fejlesztési ciklusban az új kormányzati struktúra megismerése rendkívül fontos. És ezért lényeges, hogy itt volt Maier Gábor államtitkár úr, Márkus Ferenc helyettes államtitkár úr, és Cunyiné dr. Bertalan kormánybiztos asszony, aki a mi térségünkre, és így a mi megyénkre is nagyon nagy hatással lesznek az Európai Uniós források felhasználásában, illetve a területfejlesztésben. Popovics György elmondta még, hogy bár Komárom-Esztergom megye a legkisebb az országban, de a teljesítményéről ez messze menően nem mondható el, és a következő Európai Uniós ciklusban is szeretnénk ugyanolyan jól az élvonalban teljesíteni, mint az előzőben. A találkozón eszmecsere is volt, illetve zárásként együttműködési megállapodást írt alá Cunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos és Németné dr. Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora.